Köszönöm a szót, polgármester úr. Az elmúlt hetekben, hónapokban több alkalommal szóbeli és írásbeli megkeresést intéztem az illetékes minisztérium felé, hogy hát hogy lehetne itt előre mozdítani a félegyházi kórház ügyét. Hát általában azt képviselőtársam is látta a parlamentben, hogy állandó mellébeszélés és visszamutogatás volt általában a válasz. Most jött egy konkrét válasz is, ami talán rosszabb az összes eddigi mellébeszélésnél. Na, mi volt a konkrét kérdés? A Kiskunfélegyházi Városi Kórház vonatkozásában milyen struktúraváltást tud miniszter úr elképzelni, mellyel az aktív betegellátás visszaállítható és egyben finanszírozható, és ebben a vonatkozásban milyen együttműködést és intézkedést vár Kiskunfélegyháza város önkormányzatától? Hát én úgy gondolom, hogy ez egy korrekt kérdés volt. A válasz a következő. Azt mondja, szó szerint. Az elmúlt hónapokban több alkalommal is egyeztettünk minden intézménnyel és azok fenntartóival, ismerik az őket érintő szakmai javaslatokat, amelyek megalapozzák az új intézményi struktúrát. Hát magyarul ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban sok tárgyalás folyhatott ezek szerint a minisztériumban, az intézmény jövőjét, a kórház jövőjét illetően. Hát amiről azért olyan nagyon részletes és egyértelmű információkat nem tudom, képviselőtársaim kaptak-e, mert én úgy gondolom, hogy talán mindenről nem tudhattunk. Ugyanakkor a következő mondat a válaszban a legborzalmasabb. A Kiskunfélegyházi Városi Kórház esetében megerősíthetem, na nem én, hangsúlyozom, hanem a miniszter úr nevében az illetékes államtitkár, hogy az egyeztetések során nem merültek fel olyan indokok, melyek megalapozták volna az aktív betegellátás visszaállítását. Ez magyarul azt jelenti, hogy a tárgyaló delegáció nem tudom milyen felhatalmazással, semmilyennel, gyakorlatilag lemondott az aktív betegellátás visszaállításáról, vagy legalábbis nem tudott olyan indokokat felsorolni, hogy erre miért volna szükség. Most én úgy gondolom, ha lemegyünk ide a főutcára, és ott egy egyszerű félegyházi polgárt, embert, vagy zembert megkérdezünk, hogy miért volna szükség Kiskunfélegyházán az aktív betegellátásra a városi kórházban, ő is megfelelő emberi és szakmai választ tudna erre adni. Tehát kérdésem az, hogy kik miért és hogyan tárgyaltak mindenféle felhatalmazás nélkül a minisztériumban, azzal a céllal, vagy azzal a félig meddig végeredménnyel, amit itt az államtitkár úr is megfogalmazott, hogy semmi alapja az aktív betegellátás visszaállításának. Na most összefoglalva, végül egy apolitikus, ugyanakkor a nemzet bölcsének mondatával én úgy gondolom, hogy lezárhatjuk ezt a témát átmenetileg, mert utána hát gondolom, hogy azért ezt tovább visszük, és az aktív betegellátás visszaállítását nem adhatjuk föl, mert mit mondott Deák Ferenc? Amit elvesznek tőlünk, azt vissza lehet szerezni, de amiről önként lemondunk, az örökre oda lesz. Hát, tisztelt képviselőtársaim, polgármester úr, képviselőtársam, én úgy gondolom, hogy a következő napokban, hetekben, hónapokban próbáljunk mindent megtenni azért, hogy az aktív betegellátás valamilyen formában visszakerüljön a Kiskunfélegyházi Városi Kórházba. És ha ilyen tárgyalások lesznek, akkor fölkérem a tárgyaló delegációt, hogy ennek a szellemében tegye meg a következő lépéseket. Köszönöm szépen!